Az átlag életkort és az egészségben eltöltött évek számát is növelik a szűrőprogramok. Az egészségügyi kormányzat a komplex egészségügyi szűrésekre fordítható forrásokat is növelni a jövőben. Még mindig fontos egészségfejlesztési feladat az emberek szemléletformálása, a szűréseken való aktivitás növelése. Számos újítást vezettek be ezen a téren, hiszen ma már a nagyobb rendezvényekre is kivonulnak a szűrőbuszok, és a szakemberek tanácsadással segítik a lakosságot. Az alapellátásban a védőnőknek már nem csak a felvilágosításban, hanem a szűrésekben is fontos szerep jut. A méhnyak szűrést már néhány éve a megfelelő felszereltséggel ellátott védőnői szolgálatok is végzik. A főként 50 év feletti nők több mint fele megy el emlőszűrésre. Ez óriási előrelépés a daganatok korai felismerésében és az előző éves átlagokhoz képest. A következő év közepétől elindul a vastagbélszűrő program, valamint a fog- és szájüregi betegségek csökkentése érdekében is terveznek átfogó vizsgálatokat. Tavaly a hetedikes lányok 70%-a igényelte az ingyenes HPV oltást, ez az egyik legsikeresebb prevenciós program. A szűrővizsgálatokon való megjelenést már a 40 év felettieknek is ajánlják, mert az elmúlt években azt tapasztalják az egészségügyi szakemberek, hogy az emlő, méhnyak, vastagbél, de más daganatos betegségek is már a 40 felettieket is érintik. Köszöntöm a stúdióban dr. Salzman Mariannát, a megyei tisztifőorvost, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm! Először is tisztázzuk azt, hogy mik azok a népegészségügyi szempontból jelentősnek tekinthető betegségek? Na most én elsősorban azt válaszolnám először meg, hogy mi az, hogy prevenció, gyakorlatilag megelőzés. A megelőzésnek három formája ismert, az elsődleges, a másodleges és a harmadlagos prevenció. Az elsődleges prevenció az gyakorlatilag magába foglalja azt, hogy mi azt akarjuk, hogy ne is alakulhasson ki maga a megbetegedés. Ez természetesen egy embertől magától is függ. Mert hogy a megbetegedést mi is okozza, hát maga az életmódunk az olyan befolyásolja. Tehát azt, hogy mi hogyan eszünk, például naponta ötször változatosan, vegyesen elosztva, hogy egyszerre ne hihezzen a szervezet, az, hogy mozogjunk, az, hogy ne stresszeljünk, hogy lehetőleg tényleg az étkezés során sót, cukrot, azt próbáljuk azért mérsékelni. Na mindezek a befolyásoló tényezők, ezek bizony az életünkre nagyon kihatnak. Tehát az, aki tudatosan él, és megpróbál magára vigyázni, az úgysorban az egészségfejlesztésért saját maga is tesz. Ki mindenki tehet ezért? Ki mindenki tehet a felelőssé azért, hogy az emberek egészségtudatosabbá váljanak? Mindannyian saját magunk is, de természetesen a munkahelyünk és a környezetünk is. Tehát akkor, amikor mi arról beszélünk, hogy egészségfejlesztés, akkor ugyanúgy gondolnunk kell magunkra, a munkánkra is. Elmegyünk valahova, például a munkahelyünkre, akkor az, hogy hogy jelenik meg valaki, jókedvű, vagy pont akkor mindenkire ráosztja a maga mérgét mondjuk, az már befolyásolja az embereket. Tehát az, ahogy mi a környezetünket, legalábbis a mikrokörnyezetünket megpróbáljuk befolyásolni, az bizony már kihat ránk. Mi az, amit ebben a, vagy ezen a területen az ANTS tud tenni? Az ANTS népegészségügyi felvilágosító tevékenységet végez elsősorban, nem beszélve róla, hogy a vezető védőnő az ugye nálunk végez tevékenységet, és a védőnők napi kapcsolatban vannak az emberekkel, naponta próbálják ezeket a felvilágosító munkát végezni. Egyébként az ANTS keretén belül ugye dolgozik egészségfejlesztő is, aki akár a drog és prevenció, ilyen jellegű prevenció tekintetében mindig az emberek rendelkezésére áll. De hogy miért is mondom azt, hogy elsődleges, mert az elsődlegeshez természetesen hozzátartozik azért, hogy védőoltás. Hallott itt a bejátszásban ugye a humán papilloma vírus elleni például oltóanyagot. Igen, hát ma akkor egy kicsit arról is beszéljünk, hogy azt mondjuk, hogy fertőző betegségek, meg nem fertőző betegségek, epidemiológiája és népbetegségek. Ezek a népbetegségek, ha nem fertőző betegségeket vesszük, akkor azt mondjuk, hogy bizony a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések. És hát ugye ott vannak azok a fertőző betegségek, amikkel nap mint nap ugye küzd az ANTS és a munkája során. Hogyha például egy szalmonellás eset van, akkor felkutatni a környezetét, elvégezni az ottani preventív
beavatkozásokat, lehetőleg további járvány ne alakuljon ki. Na de meg szabad-e különböztetni egyáltalán ezt így, hiszen ma már tudjuk, hogy nagyon sok úgy szóval nem fertőző betegségnek a hátterében ott van egy kóroki ágens, ami lehet ugyan vírus, baktérium is, és ami esetleg okoz daganatot. Például akkor, amikor mi most itt beszélgettünk a humán papillomavírusról, ez bizony okoz daganatot, tehát a papilloma, poliomavírusok, ezek mind karcinogén vírusok önmagában is. Karcinogén anyagok, jó szűrőprogram is létezik. Pontosan. Mennyire eredményes ez a szűrőprogram? A szűrőprogramra még majd visszatérnék, de azért én azt mondanám, hogy igen, tehát azzal, hogyha mi magát a kóroki tényezőt is kezeljük, azzal már rengeteget teszünk ellene, hogy ne is alakulhasson ki a megbetegedés. Szűrőprogram, igen, a méhnyak szűrés, a daganat szűrése. Na most az, hogy népegészségügyi szempontból mi mit választunk ki szűrésre, az azért attól is függ, hogy mennyire rentábilis ez mondjuk gazdaságilag vagy társadalminak egy ország részére. Hiszen például az első helyen a tüdődaganatok állnak, de ennek ellenére ez olyan gyorsan tud progrediálni ez a daganat, hogy nem biztos, hogy a szűrése megfelelő idő áll rendelkezésre. Tehát ki kell tudjuk választani azt, amit bizony végre is tudunk hajtani, és fel is tudjuk fedezni esetleg a daganatot. Abban a preklinikai, azaz a klinikumban még nem tüneteket nem mutató állapotban, hogy meg is előszeressük magát a megbetegedést, vagy esetleg gyógyíthatóvá tehessük, illetve a halálozást csökkentsük. Tehát például a méhnyak daganatnál az európai országokban végzett, ugye nap nagy népegészségügyi programokban lehetett látni, Finnország, Dánia, Svédország, nagy ilyen népegészségügyi programok zajlottak, hogy 30-80%-kal is csökkenthető a letalitást. És bizony fiatal nők estek áldozatul, pont azért, mert ugye a szervezet találkozik mondjuk egy ilyen polióma vírussal, tehát magát a betegséget azt mondjuk, hogy nem fertőző betegség, pedig bizony ennek is a hátterében van, ott van egy kórokozó. Egyébként volt professzor, aki mondta is, hogy úgy tudjuk még, hogy nem fertőző betegségek, illetve amiről még esetleg nem tudjuk, hogy hol van ez a kóroki ágens. Hát itt is bebizonyosodott, hogy van kóroki ágens, és bizony a szervezetben ugyan vannak ilyen repermechanizmusok, tehát azok, amik kiszűrik ugye a daganat és az osztódó sejteket, és saját magukat a sejteket elpusztítják, de bizony ez a vírus is képes ezt a mechanizmust bénítani. Meg hát az életmódunkkal mi magunk is tudjuk blokkolni ezeket a mechanizmusokkal. Na most az, hogy mennyire találkozunk mi a szervezetünk, hát a fiatal nőknek jelentős része természetesen ezzel a humán papilloma vírussal, ami ellen az oltás van, találkozik, hiszen ez bennünk van, és hát a HPV 16-18 okoz a leggyakrabban daganatokat. De azt is jó tudni egyébként, hogy a kondom az nem nagyon véd a humán papilloma vírus fertőzéssel szemben, hiszen úgy szóval vannak olyan betegségek, amikre tud ez védelmet nyújtani, de ha van egy sérülékeny hám, van egy fogékony szervezet, akkor bizony ez a vírus ez bekerülhet. Na most nagyon sok fiatal nőnél ez igazán azért nem is okoz daganatot. Tehát addig, ameddig mi nekünk, az immunrendszerünk jó, az ellenálló képességünk jó, és ezek a repermechanizmusok megfelelően tudnak még működni, addig igazán nem indul be. Tehát van egy látencia idő, az akár 10 év is lehet, hogy beinduljon egy ilyen daganat. Tehát pont ezért szűrésre megfelelő ez a jellegű daganattípus, mert hamarabb már megláthatjuk esetleg azokat az atipusos sejteket, amikből kiindulhat a későbbi, akár invazív és halált okozó daganat. A jelenleg futó szűrőprogramok közül mi az, amit a legsikeresebbnek, legeredményesebbnek értékelhetünk? Tekintete, hogy most igazán két olyan típus van, ez az emlő és a méhnyak daganatoknak a szűrése, mind a kettőt mondhatjuk azért eredményesnek, de akkor igazán eredményes egy daganatnak a szűrővizsgálattal való felfedezése, hogyha legalább 70%-os a megjelenés. Hát ez bizony nálunk azért nincsen. Tehát jóval alatta vagyunk a megjelenésnek, ezért az emberek tehetnek.
Tehát pont erre szeretném felhívni a figyelmet. Ha van ilyen lehetőségünk, hogy bizony elmenjünk, és egy-egy ilyen szűrővizsgálaton részt vegyünk, akkor menjünk el, legyünk rajta túl, ne később fedezzék fel, mert esetleg utána már gyógyíthatatlan lesz az a betegség. Nagyon sok ember meg megfordul, hogy de miért akarom én ezt tudni? Hát, ha ki fog derülni, esetleg milyen életet élek. Nem, idejében kezelhető, idejében gyógyítható is a betegség, menni kell, hogy minél hamarabb fény derüljön rá. A férfiakat? Férfiakat is érinti ugyanez a vírus. Tehát mi azt hiszük, hogy utcán csak a lányokat kell védeni. Ugye a 2001-es kislányokat már elkezdték oltani, tehát nekik már nagy valószínűséggel védettség lesz, és ez az elsődleges prevenció szóval kialakítható, majdhogy nem szűrés nélkül, de természetesen szűrés nagyon kell. Tudnék, a többieknek meg még nincs. Tehát például az én kislányom se esetett ebbe bele, de én is szeretném beadatni neki. Minél hamarabb jó, ha tudjuk, hogy van ellene védőoltás, hát igen, az oltóanyag az drága. Tehát ezt meg kell tudjuk fizetni, addig, ameddig a társadalom tudja biztosítani, nagyon örülünk. Tehát innentől kezdve már a gyerekek védettek lehetnek, de bizony mi is tegyünk érte, ha gyerekeinket szeretnénk védeni, akkor lehetőleg a felajánlott oltásokat, vagy legalább a beszerezhető oltásokat menjünk utána és szerezzük meg. Dr. Szaszba Mariannak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Nagyon köszönöm.